A fiatal amerikai antropológus tanoncok az élő történelmet kutatják a Házrezső Múzeum műhelyében. A csontok vizsgálata során levont következtetések alapján ez a történelem nem uralkodókról, csatákról szól majd, hanem azokról az emberekről, akik a történelmet akár két kezük munkájával is alakították. Most először adatik meg, hogy a Székely városban tengeren túli kutatók ráadásul saját költségen végezzenek ilyen nagy volumenű kutatásokat. Erről sajtóértekezleten számoltak be a közös projekt létrehozói. A szerencsés találkozás az Udvarhelyi Múzeum régészének Nyárádi Zsoltnak köszönhető, hiszen az ő közreműködésével figyelt fel a kanadai Archaeological Technique and Research Center nevű kutatóintézet az udvarhelyi csontanyagok vizsgálhatóságára. Összesen 4 a Telekfalvi, a Bögözi, a Máréfalvi és a Kányádi temető leleteit veszik górcső, pontosabban digitális mikroszkop alá a fiatal kutatók. Az eredmények várhatóan sok újdonsággal szolgálnak majd, nem csak a helyi régészeknek, hanem a hétköznapi embereknek is. A régészeti ásatás az csak egy része a múlt megismerésének. Ez egy jóval pontosabb és emberközelibb eseményekre fog rávilágítani. Tehát maguknak az embereknek a mindennapjait fogja elénk vetíteni. És ezek a vizsgálatok egy teljesen más, egy teljesen különböző történelmet fognak majd megismertetni velünk. A projekt vezetője Andrei Gonciár, a kanadai Archaeotech kutatóintézet igazgatója. 2001-ben kezdtek el vizsgálódni Romániában. Munkájuk során számos olyan eszközt használtak, amelyek az országban is újdonságnak számítanak. Udvarhelyre is magukkal hoztak néhányat ezekből. Din 2001 de când Archaeotech a început să lucreze în România, avem prezentări în fiecare an, dar în afară de asociații, colegii mei sau studenții care vin aici, nimeni nu lucrează, nu prezintă realitatea, bogăția istorică și arheologică a României. Kizárólag csontokat vizsgálnak, ezekből derítik ki, hogy hogyan éltek, mivel foglalkoztak középkori elődeink. Itt például egy csecsemő csontváz látható, amelyből azt is meg tudják állapítani, hogy az édesanyja milyen betegségben szenvedhetett. Egyelőre azonban a felnőtt csontokat vizsgálják, azok sokkal több információt rejtenek. Ce nu știm este cum în fiecare zi oamenii au trăit aceste schimbări, cum le-au simțit efectiv în pe pielea lor, să zicem așa. Și noi aici facem acest studiu. Avem la dispoziție osemintele din 5 cimitire, săpate de către arheologii de la muzeu, care ne permit acest studiu. Avem destui indivizi care sunt compleți, ce este foarte rar, și prin studiul acestor oseminte putem să vedem cum au trăit, ce au mâncat, cum s-au simțit, cum au muncit, ce au muncit și cum s-au schimbat aceste lucruri în contextul în care Europa în jurul lor s-a schimbat și, bineînțeles, cum au murit. A városban tartózkodó 20 fiatal kutatót és vezetőiket hamarosan újabb 20 fős, többségében tengeren túli egyetemista követi majd. Az augusztus 10-éig tartó vizsgálódások során összesen 62 diák szerezhet új tapasztalatokat a székely leletanyagokból. A kutatóintézet munkája ugyanakkor a helyi múzeum tudományos presztízsét is növeli, hiszen a korszerű 3D-s adatbázis anyagából egy angol nyelvű kiadvány is megjelenik. Yeah.